A miniszterelnök szerint magyar az, akinek a Trianonban kapott nemzeti seb a legjobban fáj. Orbán Viktor ezt a Nemzeti Összetartozás napján jelentette ki a Geszti Tisza kastély ünnepélyes átadóján. A kampányhajrá egyre intenzívebb. A DK 10 000 aktivistát mozgósít. A Párbeszéd zöldek és az LMP pedig a környezettudatos magyarokat próbálja megszólítani. Lesz európai nyugdíj és családtámogatás. Egyre közelednek a választások, a pártok az utolsó napokban sem pihennek. A DK például 10 000 aktivistával folytat országos mozgósítást. A lehető legtöbbet segítsünk a könnyen vagy nehezen, de nyerhetőnek minősíthető önkormányzati körzetekben, városokban, kerületekben. Nem csak ott lesz DK-s kopogtatás, ahol a DK-nak polgármester jelöltje van, de mindenütt lesz majd ajtóról ajtóra folytatott kampány, ahol mi állítunk vagy mi támogatunk polgármester jelölteket. A Párbeszéd zöldek vitáján Tordai Bence hangsúlyozta, az Ávec felmérése szerint a választók 12%-a tartja magát környezetvédőnek, 13% pedig azok aránya, akiknek ez az úgynevezett másodlagos politikai identitásuk. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik magyar 2 millió ember többé-kevésbé zöldként tekint magára, őket kell meggyőznünk arról, hogy kire is szavazzanak, és szerencsére még ennél is többen vannak a magyar társadalomban azok, akik a zöld közpolitikai törekvésekkel egyet értenek. A Tisza párt keddi közleményében lemondásra szólította fel a miniszterelnökséget vezető minisztert. Szerintük ugyanis Gulyás Gergelyék pénzelték azt a gyerektábort, ahol gyerekek között léphetett fel a próba ideje alatt a 4 gyerek molesztálásáért elítélt pécskei pedofil. Mindenre válaszul a miniszterelnökség közleményt adott ki, és azt írta, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság nem tartozik Gulyás Gergelyhez. Magyar az, akinek a Trianonban kapott nemzeti seb a legjobban fáj. Ezt Orbán Viktor a Nemzeti Összetartozás napján a Geszti Tisza kastély átadó ünnepségén tartott beszédében mondta. A miniszterelnök úgy fent hangsúlyozta, Magyarország nem akar háborút. A Kárpát-medence népeinek akarata egyértelmű, nem akarnak újra feláldozható gyalogok, hadba küldhető vazallusok lenni a birodalmi saktáblán. Se Brüsszel, se Washington, se Soros György kedvéért. A Jobbik szerint a Trianon óta eltelt évtizedek alatt a magyarok számára a szülőföldön való boldogulás lett az egyik legfontosabb cél. Éppen ezért nem értjük a kormányt, hogy miért zeng nagyon sokszor dicshimnuszokat, miért nevezi ünnepnek a gyásznapot sok esetben, és miért mondja azt, hogy a legnagyobb jelenkori társadalmi katasztrófánk, a demográfiai katasztrófa bármilyen szinten is megfordult volna. Az LMP hangsúlyozta, a Gödi Samsung gyár jelenleg környezethasználati engedély nélkül működik, amivel súlyosan megsérti a magyar jogrendszert. Levéllel fogok fordulni a Samsung vezető irányába, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a bírói döntés be legyen tartva. Írásbeli kérdéssel fogunk fordulni a illetékes minisztériumhoz, ugyanezzel a kérdéssel, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy betartásra kerüljön a független magyar bíróság döntése. Tompos Márton és a Momentum aktivistái orosz zászlót húztak fel a külügy épülete előtti zászlórúdra. Őket utána, mint az a párt alelnöke által feltöltött videóban is látszik, igazoltatták a rendőrök.